Szabroncskereskedő ez 1995-ben alakult egy családi vállalkozásból. A tevékenységünk gumiabroncskereskedelem, illetve hozzátartozó szolgáltatás. A mai logisztikai központunkat 2003 óta építjük és bővítjük. Jelenleg 25.000 négyzetméteren végzünk ott raktározást, illetve kiszállításhoz való árufogadástáró küldést. A többi telephelyünk az döntően Budapest, 15 szolgáltatási pontunk van Budapesten, ahol gumiabroncszerléssel és több helyen autószervizszolgáltatással foglalkozunk. A mai logisztikai központban gumiabroncsokat tárolunk, illetve lemezkeréktárcsákat, meg alumínium keréktárcsákat. Ezeknek a mozgatásához szükséges egy olyan PDA mobil terminál, amivel a szedést, a kiadást meg tudjuk valósítani, és ezek működnek wifi hálózatról. Emellett használjuk tabletekhez is, illetve a laptopok kiszolgálására is. Gloster egy infokommunikációs cég. Alapvetően próbálunk házon belül minden informatívjaink megoldani az ügyfeleinknek. Az AKH is ezzel keresett meg minket. Először a telefonközpontokat kezdtük el üzemeltetni, és utána szép lassan a hálózatokat is átvettük. És innen jött a megkeresés, hogy a bai telephelyükhöz készítsünk egy vezeték nélküli hálózatot. A teljes terület kb. 20.000 négyzetméter, itt kellett egy megszakadásmentes hálózatot létrehozni. Hát a korábbi rendszer bővítése bizonyos hibákba ütközött, ez jelentkezett a licenszerésnél, meg a többi új AP-k beszerzésénél az árértékarány nem volt olyan jó, mint a Cambiumnál. Na most ebből adódóan esett erre a cserére a választás. A korábbi hálózatban az is nagyon drága a technológia váltás, vagy a lépés a nagyobb AP számok felé, mert az ott a probléma, hogy ha az egyik hálózatban volt 25 AP, és abból átment a másik hálózatba, akkor nem mindig vette fel a másik hálózatnak a jelét. És akkor egy ideig ott várt, míg amíg megtalálta az AP-kat. Így most, hogy egy hálózatban vagyunk a teljes telepen, így az a probléma nincs abszolút, hogy nyugodtan lehet vándorolni. A projekt 2018 végén indult, tehát úgy lassan 2 éve működik. Azért esett a választás a Cambiumra, mert az ügyfél egy gyors és megbízható hálózatot szeretett volna, a lehető legköltséghatékonyabban. A Wi-Fi rendszer a raktározást segítő okos vonalkódolvasókat szolgálja ki. Ezeknek folyamatos lefedettség kell a teljes raktár területén, és erre használja tulajdonképpen a Cambiumnak az eszközeit. Gloster Kft., aki a Rabonocskereskedőháznak a infokommunikációs beszállítója, amely évek óta tőlük hallottunk erről a márkáról, és ők szállították is nekünk. Ezt teljes egészében új elemként hozta be a Gloster, és úgy választottuk, hogy ugye a zárójátékarányban jobb volt, mint a másik termék, amelyeket használtuk előtte. Ugye az magáért beszél, hogy 5 év garancia van az eszközökre. Mivel új volt számunkra a Cambium rendszer, ezért megszokást igényelt az elején, de a mérnökeink nagyon hamar beleszoktak a rendszerbe. Nehézséget jelentett a meglévő vezetékes hálózat, ugyanis egy nagyon régi rendszer volt, amihez komplikált volt hozzáilleszteni az új wifi hálózatot, de ezt a mérnökeink közös erővel megoldották. Mivel ez volt az első komolyabb projektünk a Cambiummal, ezért természetesen voltak fennakadások, viszont a gyártónak a mérnökei segítettek ezeken túllendülni,
Úgyhogy a kezdeti nehézségek után pillanatok alatt fel tudott állni a hálózat? Három hálózatra volt szétbontva, amivel három kontrollerünk volt előzőleg. Ugye ezek fizikai kontrollerek voltak, mindegyik kontroller 25 AP-t tudott kezelni. És ezen kívül voltak még olyan AP-ink, amik standalone AP-k voltak. És ha akarsz egy 75 AP-s hálózatot, akkor ebben a rendszerben így lehet megcsinálni, vagy veszel 2000 rezidenszet? Az első benyomásunk a Cambiummal az volt, hogy a cloudos kontroller segítségével iszonyatosan gyorsan sikerült beállítani ezeket az AP-kat. A felszerelése ugye az egy dolog, de amikor beállítottuk a megfelelő profilokat, ugye betettük az AP-kat a megfelelő profilba, feladottuk egy interneten rendelkező hálózatra, és azonnal felvette a konfigot, ennek köszönhetően csak ki kell ezt rakni az AP-kat. Nagyon gyorsan ment. Az AP-k tulajdonképpen nagyon jól teljesítenek ebben a környezetben, azt bizonyára láttátok, hogy mindenféle vaskoroda és mindenféle hasonló módon tároljuk az abroncsokat, az új abroncsokat, az őrzött abroncsokat. Ennek ellenére sokkal nagyobb a jelerősségük, mint az előző rendszernek, éppen ezért nincsen probléma most jelenleg. A logisztikai központunkban 110 darab AP-t használunk most jelenleg, így bővítés előtt. Ezen az AP mennyiségen jelenleg kb. 50 darab androidos eszköz az, amit kiszolgál, és emellett vannak tabletek, és 8-10 darab laptop is, ami egy privát hálózatot biztosít az ott dolgozóknak. Alapvetően az üzemeltetést vegyesen visszük, az AKH-s informatikusok viszik a nagy részét, viszont ha valamivel elakadnak, akkor abban mi segítünk be. Az ügyfél ritkán keres meg minket hibával, vagy ami hiba van, azt házon belül megoldják. Eddig szerintem összesen kétszer kerestek meg minket, hogy valami probléma van az access pointokkal. A felhő alapú kontroller egy hatalmas segítség a mi mérnökeinknek is, ugyanis nem kell külön bejelentkezni az ügyfélnek a privát hálózatába, hanem azt közvetlenül el tudják érni a mi hálózatunkból is. Szerintünk abszolút biztonságos, bízunk a gyártóban annyira, hogy megoldja a biztonságot. Nincs annál biztonságosabb, mint amikor a cloudból használsz valamit. Igaz ez a kontrollerre is, Cambium kontrollerre. Ott van, mindig elérhető. Nem volt vele sose sebesség problémánk. A konfiguráláshoz használható oldal az könnyen kezelhető, csoportokba szedhető az AP-k. Nincsen az, hogy egyesével kell minden egyes AP-t fölkonfigurálni. Tehát ebből eredendően, ha beavatkozásra van szükség, azt gyorsan meg tudjuk csinálni a cloudnak köszönhetően. Amit még hiányolunk a rendszerből az az, hogy az AP-knak a kék állapotjelző legyje az nagyon halovány. Mert a raktárakban 8 méter magasan, hogyha világítanak mellette a lámpák, az nem látszódik rendesen, hogy működik-e az AP vagy nem. A mai raktár mostani bővítése az véletlenül a teljes terület lefedésével járt, így valószínűleg ott, ha nem terjeszkedik a raktár, akkor nincs szükség további bővítésre, hiszen a jelenlegi rendszerben olyan AP-kat tettünk be, ami olyan helyeken is szolgáltat, ami eddig nem volt lefedve. A bővítést egyéb telepeinken, többi telepeinken tervezzük. Ugye jelenleg a Törökbálinti raktárunkat tervezzük teljesen felszerelni ezzel a technológiával.